Az első Grandmaster ellenfél, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, ellenmúló szeretettel üdvözlöm önöket is, őt is, a Grünfeld védelem bugyraiban, Haszon Dávid, aki vagyok, sok játék fidemestere, a Siósakers szioktatója. Itt is lehet futó G5-ot lépni, jogosan merül fel az 1 millió sütipontos kérdés. Ha nagyon gyorsan elsáncolok, akkor leüt az ellenfél vezérdélt futó E7 után, gondolom nem állok jól, úgyhogy szerintem ezt lecsapom először. Let's see. Na jó, megint csak C5-ot szoktak lépni ebben az állásban, főleg. Úgyhogy nem fogunk mi sem másképpen tenni. És nagyon zavar ez a G5 futó, ezt megkérdezzük, mit szeretne csinálni. Persze H4-re megy. Hát persze, hova máshova menne. Úgyhogy vezér A5, ránézzünk a C3 gyalogra, ránézzünk itt az aranyos kis gyengeségekre. Grünfeldvédelme egy meglehetősen jó kis stabil agresszív rendszer időnként feketével. Ha az ember rengeteg varit tud, akkor tele van mindenféle remek döntetlenezési lehetőségekkel is. Mi egyelőre azzal egyébként meg lennénk elégedve, alig ha nem. Grandmaster from Ukraine. Ki az ellenfelünk? Nem derül ki. Elnéztük a bástyánkat egyben. Gratulálok saját magunknak. Elnéztük egyben? Ez volt a terv, ugye? Ide jövök, üsd le a bástyánkat, kedves ellenfél. Oh no, my rook! Csak az a helyzet, hogy amikor az Erik Rosen csinálja ezt, akkor nála ez tényleg koncepció. Én meg örülök, hogy éppen meg tudom menteni ezzel a módszerrel. Ha éppen meg tudom menteni. Na jó, ezt kénytelen leszek leütni. Hát nem lettem túl boldog. Itt a gyenge, sötét mezők azok. Azok gyengék. Hová mén, az a mén. Ki kéne fejlődnünk, van némi nemű anyagi hátrányunk. Ja, az pont nincsen. Van némi nemű fejlődési hátrányunk, futópár hátrányunk van. Aztán mindjárt leütünk C3-ra. Leütünk C3-ra, leüt H6-ra az ellenfél. Jó serének tűnik? Tudja ott ő fokozni a fenyegetéseit. Valószínűleg tudja. Valószínűleg tudja, de leütök C3-ra, mohó leszek. És azon nyomban nem látom azért, hogy hogyan tudja majd hozni a következő figurát. Úgyhogy most az ember gyalog forra, a víg terveket forra, aztán bástya C1-et lépnék a helyében. Mondjuk ide jövünk. Most lép bástya C1-et. Hát a visszajött D4-re. Ó, szóval ez volt itt a terv. Nem is egy rossz terv egyébként, vezér G6 fenyeget a kötés véget. Az kicsit fájdalmasan érint engem. Lépek egy ló E5-öt, elviszem a figurákat itt a fenyegetésekből, visszavéd a G5-re, nektem van a C4-et is. Azért B4. Nagyon gyorsak lesznek itt az ellenfél figurák, azt érzem. Azt érzem, túlságosan gyorsak lesznek az ellenfél figurái. Oké, van-e valami egyéb módszer, amivel itt tudnék hatékonyan érvelni, amellett, hogy ne veszítsek partit. Ugye fenyeget futó F7 is. Mint olyan. Ha bástya C8-at lépek, akkor futó F7, huszár F7 után... Na jó, azt leütöm. Leütöm, aztán lesz. Micsoda? Mi? Ilyeneket lehet lépni? Visszajutok, akkor érkezik bástya H4, és az ellenfél is nagyon szép kontentet kap a saját csatornájára. De ennek én azért visszafogottan örülök csak. Oké, mit lehet itt még tenni? Jaj, az időm is elfogy. Akkor jó. Ja, hát ilyen matt is volt. Köszönjük szépen, GG, kedves ellenfél. Jó, na, ébredjünk fel a 99. helyről, nézzük meg, mit tud itt ez az International Master from Russia with Love. Lépjünk egy OL4-et. E4-en nehéz mellélőni. E4-en orosz védelem? Orosz ellenfélellem? Nem? Akkor nézzük meg. Nézzük meg a spanyol megnyitás elképesztő útvesztőjét. Van itt egy remek változatom, ez a korai D4-es sztori. Gyerekkoromban nagyjából ez az egy megnyitás volt, amit ismertem. Akkoriban, hát egészen tűrhetőnek tartották ezt fehérrel. Most sötét túlságosan sokféleképpen tud kiegyenlíteni legalábbis, de azért egy szórakoztató megnyitás, aki spanyol megnyitást játszik, azért viszonylag ritkában szokott ezzel találkozni. Úgyhogy megemlítelünk egy gyalogot, mindjárt megemlítelünk még egyet, azt is leütheti az ellenfél. Az a viszonylag ritkábbik eset. D6, ezt szokták itt lépni általában, már A6-ot is időnként. Most jön az, hogy idejövök.
És hát érdekes módon átmentünk egy ilyen Steinitz védelem nevű történetbe. Én itt leszoktam itt nemes egyszerűséggel C6-ra. Ugye általában nem adjuk ki a futópárt, csak hogyha van erre valami különösebb okunk. Jelenleg azért az okunk az az, hogy zárt marad az állás, és itt marad ez a dupla gyalogja az ellenfélnek. Szoktak itt lépni B3 futó, B2-ket. Mi ez a rengeteg-rengeteg ember, aki néz engem? Nagyon jó. Üdvözlet, kedves-kedves nézőközönségben, vezér F3. És amit itt szoktak időnként csinálni, az az, hogy E5, D5, E5 és huszár C6. Legyen ez, most nem akarom túlságosan túlfeszíteni itt a Horta nemzetközi mester ellen. Mégiscsak van egy rakat-rakat élőpontja, jóval több, mint nekünk. Úgyhogy E5-tel igazából az a tervem, hogy visszaállítok mindenféle fajta egyensúlyiságot az állásban. Leütök itt a C6-ra, valamelyik futóját el fogom szedni az ellenfélnek, a futó C-t. Vezér C6 jön, a vezér E8, akkor meg E7-re ütök le. És játszunk egy ilyen nagyon aranyos 3 a 2 versus 4 a 3 típusú középjátékot, ahol azért azt kell mondjam, hogy kicsit több a gyengeség talán az ellenfél táborában, nekem még egy-két figurának a fejlődését kell megoldanom, de összességében itt nem parázzuk túl a dolgokat. Oké, ha lecsapom ezt a vezért, lehet, hogy gyaloggal üt vissza az ellenfél, azt megállítom mássa D1-jel. Na nézzük, mit tud. Síbolunk, mit szóltok hozzá. Nem is azért, hogy az játszva feltétlenül döntetlen elérjen véget. Azért is szeretünk itt cserélgetni, mert az ellenfélen talán egy picivel nagyobb a győzhetnéki vágy, vagy győzedelmi vágy, és ilyenkor, amikor kicsit öljük a játékot, akkor azt akarjuk, hogy konfliktust vállaljon fel az ellenfél, vállaljon fel némi nemű gyengeséget, gyengítéseket, hogy már próbálja mégis megnyerni a partit. C3 után jön másabb egy, nem biztos, hogy ki fogom tudni vinni a futómat rendesen. Úgyhogy... Lépjünk egy zavarba ejtően csúnya bássa D2-t. Lépjünk egy furi kis gyalog B3-at, azzal a tervel, hogy kicsikét feljebb ugorjunk. Mondjuk itt A5 a típus terve, A5 A4-el nekem esik az ellenfél, ez az alapvető gondolata. Úgyhogy lehetséges, hogy A5-re először futó A3-mal akarok kifejlődni. Lehetséges, hogy így is futó A3-mal akarok kifejlődni. Targetáljuk meg ezt a jó kis D6 gyalogot. Az is lehet, hogy jobban állunk egyébként. Tehát problémánk amúgy nincsen kifejezetten, nyilván a C2 gyalog időnként tud gyenge lenni, más a C8-ra gyalog C4 a tervem első körben, erre a lépésre meg, hát. Ugye az a helyzet, hogy nem akarom, hogy túlságosan is erős legyen az ellenfél bássai C2-n, úgyhogy lehet, hogy ilyen nagyon lightos bássai E2-vel fogom kezdeni itt a munkát. Ezt a futót is el kéne itt távolítani, C4-et is kéne lépnem. És ez az, amit elnéztem, hogy azt az E5-öt nem tudom leütni, mert hogy futó F6 van rá. Cseles, na jó, nem baj. Akkor csináljuk úgy, mintha ez egy terv lett volna, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim. Lógassuk meg az ellenfél összes létező centrum gyalogját, és próbálj meg valakit leszedni közülük. Leütök D5-re, leüt ide az ellenfél, és nem fog tudni a lapsori matot adni neki. Messze menőkig egy kellemetlen fordulat. De le tudom ütni ezt a gyalogot. Ezzel mi a gond? Idejövünk. Visszavigyük az alapsort. Meg a Nigel sort. Oké. Na most már alapsori cuclik nem fenyegetnek. Van egy gyalog előnyünk, az állás jó eséllyel döntetlen. Vagy hát nyilván nem szabad ezt így kifejezni. Az állás nagyjából egyenlő környékén van ebben az esetben. Király G2. Nem félünk a farkastól. És... nagyon sumákul le fogjuk ejtetni ám az ellenfelet, ha iszik, ha nem. Na jó, ezzel eljövünk egészen idáig. És nincs itt valami matt, hölgyeim és uraim. Ide jövök, oda megy vissza az ellenfél. Jaj, ne a bástyám! Elnézem a bástyámat! Nem is egyszerű ennyire lépni ám. F5 mat fenyeget, mint olyan. Oda, az nem rossz. Mivel kezdjünk itt? Futó E7, gyalog F6-ot akar lépni az ellenfél. Nem fecsirejtjük az időnket, igaz? Adunk neki egy jóképű sakkot. Adunk neki mondjuk még egy sakkot. Adunk még egy sakkot. Valahogy matnak kéne lennie, nem? Adunk még egy sakkot.
Check és mate, Wingardium Leviosa. Köszönjük szépen a partit, kedves ellenfél. Szerintem ez egészen jól alakul. Még egy ebbe belefér. Oké. 93. hely még mindig, hát nyerjük a partikat folyamatosan, ne szórakozzanak már velem. 492 címviselőből. Mezőny egy negyedében vagyunk, de azért messze vagyunk attól, hogy mondjuk játsszuk itt Amin Tabatabeijjel, meg az Alexander Bortnyik is itt van, aki szintén nagyon jó. Azeri Chess Grandmaster, kivel játszunk? Micsoda! Hölgyeim és uraim! Na nézzük meg, mi történik itt. 1C4, oké. Okay. Jó, Dávid, mindent, amit tudsz a sakkozásról, most érdemes mutatni. Nézzük meg, 20 RF6-tal kezdjük a sztorit. Rendben? Oké. Okay. N4-et el akarjuk kerülni, de annyira vészesen nem akarjuk elkerülni. Lépünk itt egy E5-öt. Oké, nyugodjunk meg. Bezzeg, amikor a Mamedzserov, amikor a Morozevicsel játszottam, akkor nem volt ekkora stressz. Hogyan verte meg a Firuzsa Mamedzserovot? Nem ezzel a rendszerrel, igaz? E4, azt hiszem? Van ilyen? Létezik? Oké, minden rendben. Szóval. Igen. Ugye az E4 gyalogom ütésben van, úgyhogy őt azért szeretné megmenteni hosszú távon. Lépünk egy ilyet. És érdekes a koncepció, amin gondolkoztam, de ez nem jó. Oké. Leütök most C3-ra, vagy leütök később C3-ra, az itt az igazán egy milliós ütipontos kérdés, mert hogy hát ez nem lesz jó, hölgyeim és uraim. Ez így valahogy nem oké, hölgyeim és uraim. Ugye az a probléma, hogy elviszem E5-re huszárt, akkor előbb-utóbb jönnek ilyen vezér C2-k, és azt az E4 gyalogot le fogják szedni rólunk. Azért a játszma ilyen korai szakaszában nem akartam volna gyalog hátra megkeveredni. Ha H6-ot lépek, leüt az ellenfél. Leüt, ide jövünk. Lépünk egy H6-ot. Ne leüt F7-re. Édes Istenem. Nem kell ennyire túl stresszelni dolgokat, Mr. Hasson. Attól még, hogy jó játékossal lejátszunk, attól még játszhatunk normálisan. Rendben. Érkezik a vezér. C5 valamelyest fenyeget. C5 annyira nagyon nem fenyeget talán. Ami esetleg fenyegetgethet, az az, hogy futó D2-től itt megállítja a dolgokat. Lépünk egy A4-et első körben. A5-öt. A4-et lépünk? Nem, mert lóga futunk. Jó játszik az ellenfél, ezt meg kell adni. Futó F2. F2 irányába vagyunk a futóval. Nos. Másod D1, a komoly terv. Lóg E4, nem tűnik működőképes dolognak E3 miatt. Kevés az időnk, igaz? Most mutasd meg, mit tudsz, Mr. Hasson. Lépünk egy ilyet első körben. Begemíteljük a B7 gyalogot. Nem gondolnám, hogy a B7 gyalog kellene egy Shakhriar Mamedzserovnak, de akár az is lehet. Kell a B7 gyalog Shakhriar Mamedzserovnak. Ki gondolta volna? Mert hogy ott tovább fog ütni erre a jó kis C7-re, és nem fog működni ez a figurafogásos módszerem. Ide jövünk. Jó, hogy azt ütik le. Ez se rossz. Meg kell hagyni, ez is egy jó lépés. Hát ez kicsit vérszegény így. De hát ez volt a cél, hölgyeim és uraim, hogy játszunk mindenféle erős játékosok ellen. Úgyhogy tanulság, egy C4-re valamit ki kéne találni. Másod D1, gondolom egy egész jó lépés. Oda lép az ellenfél persze. Mi jó, hogy nem feleztem le az időmet, mi? Másod D2-re E3-a nagyon ment a tervünk. Megpróbáljuk megakadályozni az ellenfél fejlődését. Nyilván sokkal rosszabbul állunk, meg sokkal kevesebb az időnk, de valami azért lehet. Hát, ha lesz még ebből valami. A C4-et sem olyan egyszerű megvédeni. A némi fejlődési előnyünk azért van. Na, vannak egész tűrhető mozzanatok. Ez Uzius Big Shack. Miért is tudunk lépni?
Miért ilyen kevés az időm? Na nézzük, csak nézzük, nézzük. Kifejlődött az ellenfél. Itt a vége, sajna majna. Azért tanulságos történet volt. Jaj, csak... Csak kedves ellenfél. Biztos, hogy volt ebbe valahogy több. Az a legszörnyűbb. Ha most már jól állunk mindjárt, hihetetlen. Most már szinte jól, tehát jól látunk. Jaj, az a tippom, hogy ez az időke. Jó, köszönjük szépen! Köszönjük a partit, atyavilág! Hát ritkán keveredünk össze világszárokkal, most sikerült. No, hölgyeim és uraim, hát ebből a videóból csinálunk majd, vagy ebből a játszmából, amikor nem csinálunk egy ilyen kicsit rövidebb videót. Valahogy azt éreztem, ez így rendben van. No, nyugodjunk meg, jöjjön a következő videó, jöjjön a következő mozzanat. Sőt, hát sikáljuk le egyben, mit szólnak hozzá. Jön gyalog D4. Játszunk valami agresszív módon. Most játszottunk Shakriar Mamedjarovval. Úgyhogy Big Shackkel, a kedvenc csakozótokkal, Magnus Carlsen verő játékossal. Úgyhogy fel vagyunk pörögve, alig ha nem. Hát így, esünk neki az ellenfélnek. Adjunk neki mattot. Adjunk egy jókibe mattot az ellenfélnek. B5? Fogalma sincs. Jön F3. F3 már túl lighti lépésnek tűnik. De azért neki akarunk esni. Ellenfél szakkollégának itt a másik oldalon. E5. E5. E5-öt lecsapjuk. Lépünk egy G4-et is. Content kedvéért igyekszünk jó kombinátor módon támadni. Mindenki nagyon fejletlen, ellenkező oldalra sáncoltak a királyok, ennek mindig nagyon örülünk, fenyeget B4 meg akar minket mattolni az ellenfél. Nem szép dolog tőle, de hát végül is lehet erre számítani sok játékon belül. Hogyan védjük el meg ki ezt, mit szólnak hozzá? B3-mal védjük, ugye O3-mal. B3 egy picivel jobban tetszik, talán nincsen annyi sötét színe mozgó figurája az ellenfélnek, aki ki tudná használni ezeket a mezőket. Az a gond, hogy az én támadásom is nagyon honvába holt történet, hiába ütök le H5-re lóval, fog visszajutni az ellenfelesünk, és nem leszünk annyira rettenetesen vidámságosak. Majd lépünk G5-ot, arrébb tesszük az ellenfelet, lépünk utána F4-et is mondjuk. Lépünk most F4-et, leütünk, hát mit csináljunk itt. Lépünk egy G5-ot. Lépünk egy G5-ot. Nem sikerült hatékonyan megtámadni az ellenfelet. Némi figurát azért hozunk a védekezésbe. Jaj. Szemre úgy néz ki most sötéttel van rendben minden. De azért F4, F5. Azért az a Géon Zuszára szintén nem egy annyira szuper figura, csak hogyan fogja folytatni ezt tovább? Ló B4 nem igazán segít, mert utána nem tudja a C3 pacit elkergetni. B4 talán szintén nem olyan sokat segít az ellenfélnek, arra Ló O4 a tervem, az a típus terv. Azért B4-et lépnék az ő helyében, aztán megpróbálnám áthelyezni a huszárat mondjuk ide egészen B5-ig. Oké, mindenki megindul a saját oldalán, ugye? Akkor ez volt a terv. F5, Lezúzius, futó F5. Nyílik-e annyira az állása az ellenfélnek, hogy ez igazán jó legyen nekem? De hát mi más? Leütésnek nincs csak értelme. Futó H3-mal kezdjük először? Az nem is rossz. I don't know. Persze megint kevesebb az időnk is. Érdekes döntés. Nem feltétlen rossz. Jó lódéjött. Még nem üti le az ellenfél. Akkor olyat csinálunk, hogy ezt lócéltet akar lépni. Persze lócéltet akar lépni.
mindig lócéltet akarnak lépni az ellenfeleink. Hajjajjajjajjaj! Bajban vagyunk, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Álltunk már jobban is ebben a partiban. Álltunk már jobban is ebben a partiban. Ja, most is le tud ütni E4-re, persze. Ej, a cica csípje meg. Fel kell ébredni, Mr. Hason! Fel kell ébredni, Mr. Hason. Phú! Kritikán aluli játszóvezetés. Igen, jó lett volna, hogyha mondjuk, hogy tudok lépni parti közben. Azt úgy általában szeretni szoktam. Ezt, hogy nem tudok lépni, ezt kevésbé kultiválom. Lóhelyét még nincs az ellenfélnek. Így meg mindenkit, ha tudsz. Most a persze van lóhelyétje is. Hát ez munkás, hölgyeim és uraim, egyébként ennél sokkal rosszabbul kellene állunk ebben a partiban, és már csak idővel fogunk veszteni. Fő az optimizmus, igaz? Hú, ezt ne nézzük el. Ezt nézd el. Az a gond, nem tudod elnézni, de el tudod nézni, jó, oké. Oda? Hát az érdekes gondolat. Ha nézzenek, oda le akarnak ejtetni. Le is fognak. Még a végén. Hú, na! For the content! Köszönjük szépen, milyen tisztelt hölgyek, urak! Jöjjön akkor a következő rész, mit szólnak hozzá. Brrr,